hamarosan egy izgalmas SUP túra veszi kezdetét, amelynek ráadásul jótékony célja is van. A Duran 420 csapata idén is deszkára áll, hogy adományt gyűjtsön a szervát ültetett gyermekeket nevelő családok számára. Vendégünk a stúdióban dr. Rózi Csaba és Szabó Zénó. Sziasztok, köszönjük, sziasztok, hogy eljöttetek. Sziasztok. Csaba, a Duna 420 csapatát tavaly alapítottad, ugye akkor a Duna teljes magyarországi vonalán mentetek végig 420 kilométeren, 7 nap alatt. Milyen élményekkel gazdagodtatok akkor, és pont itt volt egy megállótok az A38 hajón Budapesten? Hát azóta én is másképp nézek a Dunára, mert így visszaemlékeztem, amikor éppen becsattogtunk a stúdióba egy interjúra. Fantasztikus élmény volt, két okból kifolyólag. Egyrészt nagyon összekovácsolódott ez a csapat, aki egyrészt a szapozást akarta népszerűsíteni, másrészt adományt gyűjtött, és ahogy így menet közben egyre több üzenetet kaptunk, és egyre több adományt, amit ugye látott az ember a telefonján, ahogy ültek az összegek, az nagyon nagy erőt adott, hiszen azért naponta 60 kilométert teveztünk. És tavaly végül mennyi adományt gyűjt össze, és kinek gyűjtöttetek? Tavaly a szervát ültetettek számra gyűjtöttünk szintén, ugye én a szervát ültetettek szövetségénél dolgozom, és közel 2,5 millió forint gyűlt össze, ami fantasztikus dolog. Szeretném megköszönni itt is a szapos közösségnek, akik beleszálltak ebbe az akcióba, és támogattak minket. Zénó, te mit szóltál ehhez az ember feletti teljesítményhez, amit tavaly véghez vittek, és hogy kerültél a csapathoz? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nemes cél, és örülök, hogy emellé állhatok idén. Csabáikhoz nemrég mentünk oda, hogy szívesen segítünk, és megkerestek minket, hogy felkértek, hogy apum segítsen a logisztikába. Én meg, édesapád is SUP versenyző. Igen, ő is velem edz, és edzőm is mellette. És idén akkor így csatlakozhatunk, és a SUP-os oktatásba, ingyenes SUP-os oktatásba megállóknál segíthetek, és hozzátehetek valamit én is ehhez. Egyáltalán miért pont a SUP? A te életedbe hogyan jött a SUP, és a ti családi életetekbe, hiszen ahogy említettük, hát EB ifi bajnok vagy SUP-ból, édesapád is versenyző és edző, és még édesanyád is. Szóval igen, nálatok az egész Szabó család a vizen van szerintem télen-nyáron, amikor csak teheti. Egyáltalán miért pont a SUP? De szó szerint így van, tehát ők tényleg vizen vannak, és irigylés, amit a jól mennek, tehát félelmetesek. Szerintem Svicen kívül az egyik legjobb sport. Tehát a szapozás az a teljes testet átmozgatja. A lábad hegyétől a fejed búbjáig, a hasizmot, a hátizmot, a karokat, ráadásul kint vagy a jó levegőn, a szabad térben, tehát mindenre is jó. Én azt mondom, hogy aki még nem szapozott, az még nem tudja, mi az élet. Igen, én is próbáltam, és azonnal nagyon-nagyon megtetszett. Én azonnal bele is estem a vízbe. Egymás után háromszor éreztem. Nekem, én nagyon szeretem, de nem az én sportom. Na de most visszatérve ugye az adománygyűjtésre, idén miért pont a Balatont választottátok a Duna után, és ez mennyivel lesz nagyobb kihívás? Mert néztem én is a vizet, azért hát hullámos néha, a sodrás sem úgy van. Hogy készültök erre? Hát ugye a szél és a hullám az nem a barátunk, tehát általában a szél az mindig szemből fúj, meg a hullám is, esetleg oldalról. Készülünk rá, tehát elég sok edzést tartottunk, és ugye a Balaton az azért jött a képbe, mert nagyon sok strand van, és mi szeretnénk az adománygyűjtés mellett szapoktatást csinálni. És az emberek ott vannak és hevernek olyat, hogy egy kicsit mozognának, egy picit szeretnénk azt népszerűsíteni, hogy egyébként aktívan is lehet pihenni. Tehát attól, hogy az ember nyaral és ott van a strandon, az nem egyenlő a lángos, a sör és a heveréssel, hanem akkor tessék kikölcsönözni egy szapot, vagy vinni magatokkal, és kipróbálni. És mihez szeretnénk egy ifjúsági Európa bajnokkal majd segítséget adni, hogy hogyan érdemes ezt csinálni. És hogyan érdemes ezt csinálni egyáltalán? Mondjuk van olyan, akiknek mondjuk nem ajánlanád, vagy egyáltalán hogyan kell elsajátítani az alapokat? Mennyire nehéz sport ez? Nekem nehéz, mert én beleesek a vízbe folyamatosan, de... Dúrit meg kéne tanítani. Igen, mondjuk engem hogyan tanítanál meg, hogyha siófokon csatlakozom majd hozzátok? Hát teljesen korosztálytól függetlenül mindenki ráhat a SUP-ra. Egy nagyon jó sport ilyen szempontból, hogy tényleg gyerekkortól időskorig mindenki még akár versenyezhet is, hiszen van 60 pluszos kategória is még egy csomó versenyen. És, még van időm. Még van. Van időnk. Nekem már nincs. Így elméletben nem nagyon tudom elmondani, hogy lehet szappozni, ezt így a parton lehet megmutatni, miután ráálltál egy deszkára, és megérezted, hogy milyen érzés az, hogy mozog alattad a deszka, és evezni kell rajta közben. Rá kell érezni, igen. És idén is ugye a szervát ültetett gyermekeket nevelő családoknak segítetek. Mi az ő történetük? Kiknek szól pontosan ez az adománygyűjtés? Ugye
Én a szövetség kapcsán nagyon sok szomorú történetet is találkozom. Tehát az, hogy szervet ültetés, az mindig egy örömteli hír, de azért vannak az életet megnehezítő tragédiák. Például van egy olyan két máját ültetett testvért nevelő család, akinél egy sorházi tűz kapcsán leégett a ház. És hát az a biztosítási díj az nem fedez mindent. De van olyan család is, ahol egy felújítás során egy építési vállalkozó lelépett a felújítási összeggel, lehet perelni vissza, csak éppen nincs pénz. Tehát nagyon nehéz sorsokkal találkozunk, és mi most nekik szeretnénk segíteni. És ez csak két eset abból a 15-20 esetből, akik ott vannak a listán, tehát akár egy lángos árával, és ha bárki támogat, aki most hallgat minket, higgyétek el, hogy az is egy nagy segítség. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet adományozni, hogy mindenképpen fel kell pattanni a szápra, és menni kell veletek akár egy szakaszon, mondjuk az jó a testnek és a léleknek is egyaránt, de hogy akkor máshogy is lehet segíteni? Hát Zénóval szerintem mindenképpen érdemes találkozni a strandon, mert ő aztán mesterfokon fogja tanítani ezt az egészet, de egyébként ha valaki fölmegy a milliólépés.hu weboldalra, akkor ott meg fogja találni ezt a Balaton 180-as kihívást, és rá fog menni a szövetség weboldalára, ahol tud adományozni akár bankszámlautalással, akár pedig a PayPal rendszeren keresztül. Hogyan épül majd fel a napi rendetek ez az 5 nap? Honnan indultok, és hány megállótok lesz? Szigligetről indulunk pénteken, terveink szerint hajnali 5-kor, és az első megálló az Keszthely lesz a strandon, körülbelül 10 órakor, ahol csinálunk egy ingyenes oktatást. Azt még nem tudom, hogy mennyire fogunk kipurcani, de hát nem lesz egyszerű. És akkor innen megyünk tovább délután Fonyódra, Fonyódról Siófok, Siófokról Világos, Világosról Tihany, és aztán Tihanyról pedig vissza Szigligetre. Siófokon még verseny is lesz, igen. Azért. Oda mindenkit hívnánk, mert nem csak verseny lesz, hanem igényt ingyenes szab bemutató, tehát érdemes bárkinek eljönni, hogy találkozzon velünk, találkozzon a szapokkal, találkozzon Zénóval, és ismerje meg ezt a sportot. Reméljük, hogy nagyon jó időtök lesz, kevés szelet kívánunk nektek, és kitartást köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.